Őszinte, naprakész, hiteles. Ezentúl Magyarország egyik legszebb stúdiójában vitatjuk meg a közélet mindenkit érintő kérdéseit. Kapcsoljon a megújult Echo TV-re. Echo, a nemzet hangja. Szervusz Kincső, jó estét kívánok! Szia, jó estét kívánok! Öröm látni egy ilyen kis törékeny színésznőt ebben a hatalmas fotelban. Tegnap volt a Vörösveré produkciónak a hivatalos bemutatója. Te ott voltál tegnap a vetítésen? Nem, tegnap már Szombathelyen jártam a szülővárosomban. Ott volt egy közönség találkozóval egybekötött filmbemutató. Nekünk a díszbemutatónk az kedden volt, február 27-én. És akkor láttad először a díszbemutatón a filmet? Képzeld, igen. És milyen volt szembesülni az egésszel önmagaddal? Hát megmondom őszintén, hogy a film, hát annyit elmondhatok előre, most ezzel nem árulok el semmi titkot, hogy a filmnek a második felébe szinte már a film végén vagyok, és én ezt nem tudtam, tehát fogalmam sem volt, hogy van ez az ív, mert amikor a forgatókönyvnek azt a részletét megkaptam, amit én játszom, akkor ugye én csak azt a részt ismertem, tehát nagyon-nagyon izgalmas volt. Én egyébként is nagyon szeretem a mozit, tehát képes berántani, és mint közönség nézem, tehát nem szoktam szakmázni, nem tényleg próbálok a részévé válni. Ez egy idő után sikerült, de amikor már tudtam, hogy ott van az a szereplő, akiről én majd beszélek a filmben, meg ami miatt megkínozom Jennifer Lawrence-t, akkor már azért dobogott a szívem. Tehát egy kicsit olyan volt, mint amikor a színházban ott vagyok a színpad fellépés előtt, és akkor most akkor el kell indítani valamit, és már nem tudok vele mit csinálni, mert az úgy van, meg van vágva, és már nem tudok rajta változtatni. Négy szem közt vagyunk, úgyhogy teljesen őszintén nem hallja senki rajtunk kívül. Milyen volt a film, mennyire tetszett neked? Tetszettek a jelenetek, amiben benne vagy? Nekem két zárt jelenetem volt Jenniferrel, ezek egymás után mennek le a filmbe, tehát ez egy konkrétan összekötött szál ez a két jelenet. A filmnek a teljessége az nekem azért tetszett, mert én egy picit féltem attól, hogy ez a szokványos akciófilm lesz, most ezt nem akarom rossz értelemben mondani, de amit már úgy megszoktunk. És ugye ismerjük őt az Éhezők viadalából, az is egy, hogy mondjam, az egy egyszerűbb gondolatiságú történet. Ez viszont egy nagyon különleges logikával felépített akciófilm, egy kémfilm, és tele van fordulatokkal, úgyhogy abszolút élvezhető, viszont nagyon kemény. Tehát azt, hogy ők 18-szal megkarikázták, az tényleg igaz, nagyon kemény kínzási jelentek vannak, és a testiségre utaló dolgok... Nagyon felnőtt film. Te kihallgatod ugye a Jennifer Lawrence-t egy jelenetben. Könnyű volt elvonatkoztatni színészileg, hogy egy hollywoodi sztár van ott, és ott voltál a szerepben, és egyértelmű volt? Milyen volt az a közös munka? Nagyon izgultam előtte, mert ugye tudtam, hogy ő is, és a rendező is egy nagyon ismert arc, és ilyenkor inkább az izgalomnak a tárgya, hogy vajon ők hogy fognak viselkedni. De az a természetesség, ahogy beléptem a forgatási helyszínre, a szedbe, és a rendező rögtön odalépett, nyugtázta azt, hogy a castingon mit csináltam, és azonnal elkezdett a feladatról beszélni. Ott volt több jelenet, amit egy évbe összefűzött ő egy jelenetté. Tehát nekem ott már azon kellett gondolkodnom, hogy ezt a feladatot hogyan fogom megvalósítani, hogy azt, amit addig azt gondoltam, hogy részleteiben veszünk fel, egy teljes jelenet lesz. Úgyhogy onnantól kezdve a munkára koncentráltunk, és ami meg gondolom a nézőket érdekli, hogy a Jennifer milyen. Ezt mindjárt kivesézzük, igen. Csak ott járt a tudakozó stábja a premier előtti vetítésen, megnézzünk egy részletet, jó, és aztán rácsavarodunk erre az izgalmas témára is. Jó. Számos hollywoodi szuperprodukciót forgattak már nálunk, tavaly például a Vörösveré című kémfilmet Jennifer Lawrence főszereplésével. Mi már nagyon kíváncsiak vagyunk a filmre, ugyanis több magyar színész is feltűnik majd benne. Rengetegen voltak kíváncsiak a Vörösveré premier előtti vetítésére. A film előtt volt szerencsénk beszélgetni néhány olyan magyar színésszel, aki szerepel a filmben. Szabó Simon például az egyik testőrt játsza, aki szerint a forgatás ugyanolyan volt, mint bármely másik filmnél. Azzal a különbséggel, hogy most egy világsztárral dolgozhatott együtt. Nagyon kedves volt egyrészt, másrészt pedig nagyon közvetlen, tehát hogy tényleg az, hogy viccelőd vele, mielőtt elkezdődik a jelenet forgatása, azért nem biztos, hogy mindenkivel meg lehet csinálni, de ugyanilyen volt a Matthias Schönherz, ő is, tehát hogy tényleg amikor színészek találkoznak, és hát érzed, hogy igazából az, hogy most az egyik ők világsztár, a másik nem, úgy azon kívül semmi különbség nincs köztünk. Miller Dávid elmesélte nekünk, hogy egy igazán érdekes jelenete volt a filmben Jennifer Lawrence-el. Több jelenetem is volt a filmben. Egy nagy van, amikor Jennifer Lawrence-el kihívnak minket, és azt mondják, hogy egy kémnek ugye ki kell zárni az érzelmeit, és a teste az csak egy eszköz, és akkor le kell vetkőznünk az egész osztály előtt. Ez a nagy jelenet.
A vetítésre néhány ismert ember is kíváncsi volt. Vásári André például, annak ellenére, hogy különösebben nem rajong Jennifer Lawrence-ért, a filmet nagyon várta. Én általában az ilyen történetektől azt várom, hogy érthető legyen, de azért legyenek benne csavarok, izgalmas legyen, lepjen meg, tehát ne sablonokból dolgozzon. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez a film ez hozza majd ezt. Aki kedveli a kém történeteket, annak mindenképpen ajánljuk a filmet. Mi egy percet sem unatkoztunk a vetítésen. Most, hogy szembesültünk Vásári André elvárásaival, most szeretném első kézből hallani a kulisszatitkokat, illetve hogy milyen volt akkor vele forgatni. Igen, két teljes napom volt, és az első nap az abszolút szakmai nap volt. Tehát ugye az előbb ott tartottam, hogy akkor a rendező, és akkor ő az, aki bemutatott Jennifernek. Azonnal leültünk a szedbe, egy nagyon közeli helyzetbe, majd látják a nézők a filmben, ezen a kihallgatáson, tehát szemtől szembe, de nem volt semmilyen civil beszélgetés, azonnal elkezdtünk dolgozni. Megkaptuk az instrukciókat, próbáltunk, utána rendbe hozták a sminkünket, és elkezdtünk dolgozni. A második nap volt egy kicsit lazább, akkor volt több várakozási idő. Én nem akartam semmit kezdeményezni, én azt láttam, amit az előbb hallottunk, hogy ugye nagyon laza, meg viccelődik, de a saját csapatával elsősorban. És akkor adódott egy pillanat, amikor ő elkezdett velem egy picit beszélgetni Budapestről, aztán előjött a kutyusa, ugye, ami állandóan téma, én egy picit beszélgettem a kislányomról vele, és akkor ott tudtunk eszmét cserélni, meg csinálni közös fotót. Nagyon várjuk a filmet. Most, ha elmondanád nekünk, hogy mikortól látható a mozikban pontosan? A tegnapi naptól, tehát március 1-től van hivatalosan a mozikban. Nagyon örülünk, hogy te is benne leszel, és sok sikert kívánunk a további munkához is. Köszönjük szépen. Én is a meghívást.